Ta-da-da-da-tám! Nézzétek, mi jött meg! Az új vadonatúj kenyérsütő! Boldog Valentin napot, Tomi! Kösz! Miért? Ezt te szeretted volna. És én is fizettem ki. És te is fogod használni? Jó. Ta-dám! Na jó, lássuk. Ott biztonságban van? Mi? Hát... Úgy jó lesz? Nem, bazd meg. Fekete lesz, és ez így... És aranyszínű. Yeah. Oh, yes. Nem is rossz. Segítenék, csak akkor nem tudnám fogni a kamerát. Na, erre kíváncsi leszek. Hajrá! És megoldottad. Na. Hát jó vagy azért. Ja, én tudtam. Én azt hittem, hogy ez kisebb lesz valamivel. Nem. Nem vagyok benne biztos, hogy ez... És még a fólia is rajta van, bakker, pedig ez egy újra csomagolt változat. És... olcsóbb volt még annál is, ami használt volt. Kartos. De nem nehéz. Az legalább jó pont. Ugye tudod, hogy ez nem lesz mindig itt elől? Ez túlon túl nagy. Ide nem fér be. Hát de olyan ormótlan, nem passzol ez ide? Ez. Igen, nézd milyen ormótlan nagy a konyhában. Szépnek szép, de ormótlan és nagy. És nem passzol így ide. Ha használjuk, persze, akkor elő lehet, de utána eltakarítjuk és megy be a szekrénybe. Na lássuk. Te fel, menü szelet 500 g, 750 és 1 kilós, start, stop, már még a használata is egyszerű. Egyszerű, mint a faék a használata. Jó lesz ez. És ide lehet majd belerakni a csokit. A csokit, meg mindenféle gyümölcsökit. Aha. Na, király. Jó darab. Jó lesz ez. A vacsima pizza lesz. Nem mondanám kifejezetten ünnepi vacsorának, de az lesz. Paradicsomszósz már rajta van, és az én házi paradicsomszósz. Ez lesz számítva igazából egy sima, egyszerű songoku pizza lesz, ahol a sajt az éppen útban van, mert azt majd apa hozza. És igen, jól hallottátok, jól vettétek észre, hogy Valentin napon apát is meghívtuk egy idézőjeles ünnepi vacsorára, és ahogy látom, akkor még nem jön, csak már Tomi előkészítette az ajtót, hogy be tudja jönni. Na mindegy, szóval se Tomi, se én nem vagyunk egy ilyen nagy Valentin napos gejl őrületben szenvedő valakik. Ezért van az, hogy igazából idén nem nagyon ünnepeljük meg a Valentin napot. Ez az egyik oka. A másik oka az, hogy mostában eléggé rosszul éreztem magam, sőt, pontosabban mondom, az elmúlt pár napban, mert a vállam így végig teljesen beállt. Tegnap előtt gyakorlatilag az ágyból alig bírtam kimászni, annyira rosszul éreztem magam, és annyira fájt. Jelenleg úgy néz ki, hogy én is engem is utolért az az influenza járvány, ami jelenleg Budapesten terén. Szóval így gyakorlatilag minden adott ahhoz, hogy az mostani Valentin napot is skipeljük, de ennyit azért még megtettünk. Ezt leszámítva ma gyakorlatilag ezzel telt így a napom, hogy a tankönyvemet jegyzeteltem ki,
megmutatom, hogy néz ki. Na, itt van. Ezt jegyzeteltem, gyakorlatilag az összes ugyanúgy néz ki, tehát itt van kijegyzetelve mondjuk az első fejezet, tehát a maga az első fejezetnek az anyaga, és itt a végén be van mindenhol jelölve azt, ahol feladatok vannak, és amiket majd így meg kell oldani. Ez mindegyik fejezetnél így néz ki. Itt van például a második fejezetnek a tartalma, kijegyzetelve, ez így ennyi. És itt például a második fejezetben volt egy nagyon jó táblázat, akkor azt ugye bárki másoltam és beraktam, nem írtam be kézzel külön. Aztán itt van a hozzátartozó feladatok, amiket majd meg kell oldanom. És akkor jön így a harmadik fejezet, ott is ugyanígy kijegyzeteltem. Ez mondjuk csak egy oldalra sikerült. Mindegy. Szóval az egész így van felépítve. Már csak fél fejezet hiányzik a tankönyvből, azt nem tudtam ma már befejezni, azt szerintem holnap befejezem, és utána jönnek a gyakorlatok megoldásai, és jön maga a gyakorlati tudása a tankönyvnek. Boldog Valentin napot! Jól töltöm, mi? Gyere, mamacskám, gyere! Ja. Milyen hiányzott már nagyapa? Te nagyon hiányoztál nekem, pamacskám. Gyere, pamacs. Ha? Gyere, hadd jöltözz el a nagyapa. Gyere. Igen. Igen, kétről jöttem be. Tudná, hogy mit kap? Ó, hoztál neki Valentin napi ajándékot? Így van. Na, ez tök rendes tőled. Nagyon jól néz ki, már csak a laktózmentes sajt hiányzik. Amit ugyebár pamacska is nagyon szeret. Leteszteltem, hogy finom. És finom? Nem tudom, nagyon nézi a következő dolog. Akkor szintén finom. Nem kapott elég ízelítőt szerintem. És azt meg neki ízelítőt? Ennyiből nem tudja sajnos megmondani. Nem. És te adsz neki további ízelítőt, hogy meg tudja mondani, hogy ehető-e és finom-e? Igen. Mit keresel? Az rögtön, hogy beszívtam el. Úgy tűnik éhető. Igen. Igen. Ez kerül majd még rá a pizzára. És, várjál, hova került? Megvan. És itt van a Valentin napi ajándékom, amit apától kaptam. Gyere, kibontjuk a cuccost. Ha-ha. Lássuk csak. Á-da-dám! Ez egy kulcstartó. Pontosabban a kulcsot nem tudom, hogy ezt külön miért adták hozzá. Abban volt becsomagolva az a kis karika. Akkor ez minek? Mindegy. Szóval elvileg ez az, amiben a kulcsot bele kéne rakni. Megnézzük, hogy belefér-e. Hát, úgy, várjál. Egyik benne van, és a másik kulcs. Egyszerűen ugyan, de benne van, tökéletes. Igen, cipőkanállal. Megvan. Muti, mit adsz neki? Mit kap tőled Valentin napra? És nézd, mi szívecske is van benne. Apa, te nagyon szeretett pamacskát. Hát ez így van. Boldog Valentin napot. Hát, hogy lehetne őt nem szeretni? Na, milyen? Hogy ízlik? Milyen ez? Barna rizses? Barna rizsből készült. És ez keményebb, mint a marha bőrökhez. Aha. Na, ízlik, pamacs? Most hova figyelj? Mindenki engem néz. Na. Érdeklődés megvan.
Ha a macska nem rágod, akkor én elrágom helyette. Na, azt megnézem. Azt felveszem. De 5 percet van rád, felét meged. Mit fognak nekem ezért fizetni a fogorvosok? Na mi van, Manó? Boldog Valentin napod van? Igen? Boldog Valentin nap? Elkészült a pizza. Finom rizslisztből készült pizza, abszolút gluténmentes is. Szóval volt egy kisebb szavazás, hogy Valentin napkor a Valentin napot nézzük-e meg, vagy nem kell lesz elégét, de ez itt mögöttem, igen, azt mondta, hogy neki bőven elég volt egyszer a Valentin napot megnéznie. Nagyon bőven. És ezért most megnézzük, hogy nem kell lesz elégét, amiről egyelőre semmit nem tudunk, de meglátjuk. Ezt leszámítva, Kiskati és Laci, nagyon boldog utazást kívánok, és érezzétek jól magatokat, és jó városnézést Olaszországban. Sajnos pontosan nem emlékszem már, hogy hova utaztok, szóval ez... Gesualóba és Velencében. Igen, Velencében, igen. Szóval jó szórakozást Velencében, és mit kell ilyenkor még mondani? Szevasztok! Sziasztok!